kórházi ágyak, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma csupán a kórházi ágyak 2%-ának felszabadításáról, addig Orbán Viktor a 16%-ukról beszélt. Az ATV híradó megkereste az Emmit, amely úgy reagált, nincs ellentmondás a nyilatkozat és a közlemény között. Mutatjuk a minisztérium indoklását, majd Eisenhowerné Földös Andrát kérdezzük. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint a magyar kórházi ágyak kihasználtsága tavaly 66%-os volt, amikor pedig megjelent Magyarországon is a vírus, mint írják, sok beteg lemondott a halasztható beavatkozásokról, ami még több szabad ágyat jelentett. Így az Emmi szerint, amikor a miniszter utasításba adta a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágyak 60%-át, akkor már 58% országos szinten szabad volt, tehát mindössze további 2%-nyi szabad ágy biztosít. Volt a feladat. Összesen a magyar kórházi ágyak 16%-án kellett meghozni azt a döntést, hogy ha ott halasztható beavatkozásra várakozó beteg van, azt küldjük haza. Ezt viszont a miniszterelnök mondta április 17-i rádióinterjújában. Nincs ellentmondás a nyilatkozat és a közlemény között, írt a híradónknak az Emmi. A tárca szerint a járvány kezdetekor országos átlagban az ágyak 34%-a volt szabad. Április 19-éig az ágyak 50%-át kellett felszabadítani, ezért mondta a miniszterelnök a 16%-ot. A járvány magyarországi megjelenését követően a betegek jelentős része önként lemondott a halasztható beavatkozásokról, ami további ágyakat szabadított fel. Végül tehát országos átlagban csak az ágyak 2%-áról kellett hazaküldeni olyan betegeket, akik nem szorultak kórházi ellátásra, írja az Emmi. Kunec Zsombor szerint aktív ágyakból mindig jól álltunk, ami gond, hogy nincs rehabilitációs és ápolási kapacitás, hiszen az aktív ágyakról ezekre a helyekre kerülnek a betegek. És most telefonon kapcsoljuk Eisenhowerné Földös Andrát, aki a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke. Kezét csókolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye nem titok, hogyha elmondjuk azt, hogy ön hol dolgozik, mert ugye ápolónőként is dolgozik. Így van, így van. A Budapesti Szent János Kórházban dolgozom. Legyen olyan kedves elmondani nekünk azt a alelnök asszony, hogy most per pillanatnyilag ott milyen helyzet, tehát milyen állapotok uralkodnak. Hát ugye, mint már sokszor mondtam, én a kórház nevében nem tudok nyilatkozni. Én általában a budapesti kórházak, illetve azok a területek, ahol ugye mi is jelen vagyunk, azokról tudok nyilatkozni. Azt gondolom, hogy jelenleg a covidos betegek ellátása az megoldott. Különböző osztályokat alakítottak ki teljesen elszeparáltan, pontosan azért, hogy az elkülönítése ezeknek a betegeknek megfelelő legyen. A védőfelszerelés az ezeken az osztályokon maximálisan biztosított. Az mit jelent a védőfelszerelés? Tehát, hogy nem csak maszkokat tudnak viselni, mondjuk akár az ápolók, hanem van rendes ruházatuk is, amit mondjuk egy-egy beteg megvizsgálása után akár le is tudnak venni és ki tudnak cserélni? Ez így van, ugye úgynevezett zsilipruhák, amit a műtétek előtt is föl szoktak venni ugye a dolgozók, tehát van egy zsilipruha, ami 12 órán keresztül hordunk, és még erre vesszük föl a védőfelszerelést, amit jelenti az overált, aminek ugye van egy sapka része is, a védőszemüveg, a szájmaszk, és még vannak plexi szemüvegek is, pontosan azért, hogy a nyálkahártyákat megfelelő módon tudjuk védeni. Akkor bocsánat, hogy félbeszakítom, alelnök asszony, de amit ugye ma már Magyarországon mindent átpolitizálnak, mindent, ami mondjuk akár a koronavírussal kapcsolatos, de hogyha jól értem a szavait, akkor a budapesti kórházakban, amelyek nevében ön most nyilatkozatot tesz, azt mondja, hogy ott minden egészségügyi dolgozó számára rendelkezésre áll mindenféle védőfelszerelés. Jól értettem? Én azt mondom, hogy folyamatosan biztosítják ezt ezeken az osztályokon. Ez tehát így van. Van, igen. Tehát én azt mondom, hogy senkinek nem kell úgy bemenni a betegek közé dolgozni, hogy nincs rajta megfelelő védőfelszerelés. Alindával, amikor említettük a nézőinknek, hogy majd önt fogjuk kapcsolni, hiszen téma lesz ez a mai adásban, hogy milyen helyzetben van a hazai egészségügy, és azon belül mondjuk az egészségügyi dolgozóknak, az ápolóknak, akkor ugye azt említettük, hogy már egy évvel ezelőtt ugye több szakember azt mondta, hogy akár 20-25 ezer ember is hiányzik az egészségügyi rendszerből. Hányan vannak most, vagy hányan hiányoznak mondjuk ápolónők közül, hogyha ezt esetleg el tudnám mondani? Hát ez a létszám.
szám nem változott. Most egy picit ugye átszervezések vannak, tehát azokon az aktív osztályokon, ahol jelenleg nem működik az ellátás, vagy csökkentek a kapacitásokat, azokat az ápolókat, vagy akár gyógytornászokat, tehát mindenféle egészségügyi dolgozót átvezényelnek azokra az osztályokra, ahol a megmaradt a betegellátás, és ennek megfelelően próbáljuk a létszámot pótolni. Természetesen ez most is kevés, tehát túlóra az így is van bőven. Mennyi túlóra van átlagosan? Hát ez osztályonként és intézményekként szerintem változó, de jelenleg én azt mondom, hogy a 16-tól a 60 óráig biztosan van. Természetesen mondom, intézményenként ez eltérő lehet. Még a védőfelszerelésekre egy pillanatra visszatérve azért annyit hagy mondjak el, hogy ezeken az osztályokon tényleg a védelem az megoldott. A kisebb védelmet ugye az egyéb osztályok kapják, és az is azért problémát jelent, hogy ugye egy beteg bármilyen panasszal bemegy a sebészetre, belgyógyászatra, és azt nem tudhatjuk, hogy ő esetleg pozitíve. Tehát ebben az esetben kevésbé védettebbek a dolgozók, és ugyanez vonatkozik az alapellátásra vagy a szakrendelésekre is, hogy nem tudjuk, hogy a beteg pozitíve vagy negatív, tehát ott is ugye olyan védőfelszerelésre lenne szükség, ami biztosítja azt, hogy megvédi a dolgozókat akkor is, hogyha esetleg pozitív a beteg, és mondjuk itt azért azt gondolom, hogy országosan vannak problémák. A másik, ami még fontos lenne, hogy ugye valóban a gyógyszertárakban, a patikákban az emberek nem tudják megvenni sem a kétfertőtlenítőt, sem a szájmaszkokat, ahol meg lehet vásárolni, borzasztóan drága. Azt szerettem volna még öntől kérdezni, mert nem biztos, hogy látja az adásunkat, miközben telefonon beszélgetek önnel, de ugye miközben ugye adja nekünk az interjút, a kollégáink írták azt a kis rövid infócsikot, tudja biztos, hogy miről van szó, hogy igen, egy hónap alatt kimerültek az ápolónők, ugye ami teljes egészében érthető. De legyen olyan kedves azt elmondani nekem, hogy, vagy nekünk a nézőknek, hogy hogyan tudnak önök pihenni? Tehát amikor azt mondja, hogy akár 16-tól 60 órán keresztül is dolgoznak némelyek az egészségügyben, akkor hogy pihennek? Hogy oldják ezt meg? Én nem azt mondtam, hogy folyamatosan dolgoznak ennyit, hanem ennyi túlórával dolgoznak. Hogy ennyi túlóra, bocsánat, igen? Igen, igen. Hát természetesen igyekszünk a beosztást úgy készíteni, ugye 12 órát lehet maximum dolgozni a dolgozóknak, tehát abszolút 24 órát most ebben a helyzetben semmiképpen nem. És igyekszünk megfelelő szabadnapokat biztosítani. Én nem mondom, hogy 4-5 napot dolgoznak a dolgozók egy héten, ahol lehet biztosítani, ott próbálnak több szabadnapot adni, de hát nyilván ugye ennél többre lenne szükség, tehát több ápolóra lenne szükség ahhoz, hogy megfelelően tudjunk pihenni. Ezekben a védőfelszerelésekben sokkal intenzívebb a kimerülés, ugye maga a légzés is sokkal nehezebb, és ezekben a ruhákban ugye az embernek nagyon melege van, nem feltétlenül kényelmesek ezek. A maszkok sokszor vágják a nővérek arcát, és hát a szemüvegek is gyakran párásodnak. Lelkileg mennyire fontos az önök számára, hogy a hazai társadalom is, még hogyha ez egy civil kezdeményezés is, tapsol önöknek minden este, egy csomó felajánlás érkezik, sok-sok cégvállalat, magánvállalkozás étellel, szobával, albérlettel próbálja segíteni az ápolóknak a munkáját. Hát ezt abszolút pozitívan értékeljük, és én azt gondolom, hogy ilyenkor a bajban mutatja meg magát, maga az ország, hogy mennyire tudjuk egymást segíteni és támogatni. Természetesen én azt gondolom, hogy ezelőtt a járvány előtt is az egészségügyi dolgozók, legalábbis én azt gondolom, hogy akikkel én nagy mértékben ismerem és tapasztaltam, azok maximálisan próbálták abban az időben is ellátni a betegeket, tehát nem csak most. De minden felajánlást nagyon köszönünk, és tényleg a mindennapjainkat édesítik meg, és hát fontos, hogy megfelelő élelemhez, megfelelő ellátáshoz jussunk ebben az időben is. Kitartást kívánunk önöknek, és minden elismerésünk. Nagyon szépen köszönöm. Az önökkel végzett munka. Gyorsan azért elmondom az interjú végén a legfrissebb adatokat, amit a koronavírus.gov.hu oldalán ugye lehet látni napról napra, hogy frissített adatok. Tegnapról mára virradóan 11-en vesztették életüket ugye a koronavírus miatt, most az elhunytak száma Magyarországon 250 fő, tehát ezek a hivatalos adatok, és 2383 fertőzöttet tartanak nyilván, mintavételből pedig Magyarországon ez idáig 58.251 darab történt.